We leven in Nederland in een democratie. Deze is misschien niet perfect, maar we zijn hier allemaal vrij om te zeggen wat we denken en we hebben een redelijk goed functionerende rechtsstaat. Ook mag iedereen zijn wie hij is, ongeacht kleur, religie of seksuele voorkeur. Maar democratie is kwetsbaar en een land kan meer of minder democratisch worden door de tijd heen. Hoe weet je nou of de democratie waar jij in leeft onder druk staat? Om daar antwoord op te geven, zijn er een paar vragen die je jezelf kunt stellen. In de democratie Hongarije zijn de antwoorden op die vragen om van te schrikken. Vraag 1. Mogen journalisten nog wel het nieuws brengen dat ze willen? Saba en Adam werkten een paar jaar geleden nog bij een krant waar dat lastig was. Die krant werd wel erg trouw gelezen door de leden van de grootste partij van Hongarije, de Fidesz-partij. My newspaper was belonging to the Fidesz neighborhood before. I was also voting for Fidesz 10 years ago. All of us was voting for Fidesz. But in my opinion, they became crazy. And when they started to push us to make some kind of, you know, we get phone calls from the party that we have to write about this, or we are not allowed to write about the other ones. So they started to implement a kind of censorship. Of course, we were not happy. That time, I did not consider myself as a journalist. This was like working at a factory of lies. We had no chance to do anything on our own. We had no chance to be creative. I was a liar. I was constantly lying to the readers. And this is something a journalist's greatest shame. Our greatest thing in this paper is now the independence. De kritische journalisten van een paar jaar geleden zijn allemaal ontslagen bij de krant en zitten nu in een klein bedrijfspandje in een buitenwijk. Die journalisten geven nu hun eigen krant uit. Ook al is dat niet altijd makkelijk. De a legtöbb embernek ahhoz, hogy meg tudjon élni, mást is csinálnia kell, és a mindennapi életében is nehezítik ezeket a lehetőségeket. A családommal van egy kis vállalkozásunk, egy vendéglátó ipari vállalkozás, és ennek a létét is gyakorlatilag veszélyben érezzük, sokkal több ellenőrzést kapunk, mint mások. Eddig mondjuk ezeken átmentünk, de szerintem ezt mindenki érzi a bőrén, aki próbálkozik, úgyhogy sajnos szerintem elég nehéz a helyzetünk. Vraag 2. Kun je de politici in je land nog wel vertrouwen? Dierenarts en politicus Ákos vond dat Hongarije ziek is. Als dierenarts maakt hij dieren beter en als politicus wil hij Hongarije beter maken. Az állatorvosnak is diagnózisokat kell összeállítani, és meg kell találni kis apró jelekből, hogy mi a baj. Beteg Magyarország, és ennek a betegségnek a kórokozója az a korrupció. Hát azt kell mondanom, hogy nehezebb megtalálni itt ezt a Babézia nevű parazitát, mint esetleg egy korrupt esetet. Hamarabb készen lennék, ha átülnék a számítógéphez, és keresnék egy korrupt közbeszerzést. Kommunizmusban, hogyha én ilyen dolgokat mondtam volna a hatalomról, akkor elvittek volna a államvédelem központjába, és ott megkínoztak volna. Itt ma nem kínoznak, hanem lejáratnak, egészen elképesztő hazugságokkal engem, a szüleimet járatták le, és ez ellen nincs védelem, mert ma az emberek 80%-át már csak a kormány propaganda hírei érik el. Vraag 3. Waardoor wordt jouw regering populair? Predikant Gábor heeft gezien hoe de steeds machtiger wordende leider van Hongarije, Viktor Orbán, en zijn partij vaak dezelfde tactieken gebruiken om populairder te worden. Először is állandóan kell egy ellenség, aki nem akar ellenség lenni. Tehát aki gyenge ellenség, na most a menekült senki nem akart Magyarországon itt maradni, senki nem akarta elvenni a magyarok munkahelyét, senki nem akarta megerőszakolni a magyar férfiaknak a feleségét,
Semmi, de semmi veszély nem volt, de ő politikai tőkét akart ebből kovácsolni. Ez az Orbán Viktor harca itt megint csak egy megtévesztő hadművelet. Arról szól, hogy ő szeretne hatalmon maradni. Mindig újabb és újabb csoportok, akikről kiderült, hogy ők ellenségek, akik ellen harcolni kell. Az emberek nem veszik észre, azt hiszik, hogy ő rájuk nem fog rámutatni, hogy most ti vagytok az ellenség. Tehát mindig azt hiszik, hogy ők a mellett vannak, aki megvédi őket. De holnap ő rájuk mutatni, és azt fogja mondani, hogy például a kékszeműek az ellenség, vagy a nők az ellenség, vagy a szőkehajú férfiak, akik kamerát tartanak, mert az úgy néz ki, mint egy fegyver. Ez egy egyirányú út, ezen a kormány nem tud visszafordulni. Ezen az úton rajta van, ez az út a demokráciából a diktatúrába vezet. A mi felelősségünk az, hogy megállítsuk ezen az úton. Ő magától ezen soha nem fog visszafordulni, mert ha visszafordulna a demokráciába, egészen biztos, hogy elveszíteni a választást, és egészen biztos, hogy akkor a kormány tagjainak egy jó része az a börtönbe menne. Senki nem akar börtönbe menni, ezért ő csak előre mehet mindig.